tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatold az öveket és tűnj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, ez tehát itt a 90,3 MHz-es frekvencia modulált FM sáv, illetőleg a tilos.hu-n is természetesen hallgatható az adás. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, és hát bár ma hétfő reggel van, amikor ez az adás hallatszik az éterben, de a műsor mégsem élőben jelentkezik, ez ugyanis egy konzervadás, aminek az az oka, hogy egy sajtótájékoztatón jártam csütörtökön, múlt hét csütörtökön, és akkor rögzítettem a ma elhangzó hanganyagokat. Ennek pedig az volt az apropója ennek a sajtótájékoztatónak, sőt, mi több könyvbemutatónak, hogy ezt a fantasztikus kiadványt, amit a kezemben tartok, amelynek a címe Magyarország és a világűr, bemutatták a nagy közönségnek, többen olyanok, akik részt vettek, sőt, hát fő szerepet vállaltak ennek a könyvnek a létrehozásában. A Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában volt megtartva ez az esemény, és részt vett rajta egyrészt a könyvet gondozó és kiadó Magyar Asztronautikai Társaság, Magyar Űrkutatási és űr tevékenységgel foglalkozó civil szervezetnek az elnöke vett rajta részt például, aki maga Kovács Kálmán, a Műszaki Egyetemnek a docense, és a BME Egyesült Innovációs és Tudás Központ igazgatója is. Ő tehát jelenleg a MANT-nak, a Magyar Asztronautikai Társaságnak a tavaly idén megválasztott elnöke. És ő évek óta részt vesz egyébként az űrkutatásban. Én emlékszem, hogy még a 2000-es évek elején is már ő volt az informatikai miniszter. Tehát ő még abban a kormányban, Gyurcsány kormányban is miniszter volt, és egyébként ugye ez jól mutatja mindazt a dolgot, hogyha már egy kicsit némileg nyilván politikai aspektusa is van mindennek, ami űrkutatás. Ez is egyébként jól mutatja azt, hogy Magyarországon az űrtevékenység, az bár olyasmi, amit nyilván ezer szállal mindenhogy áthat a politika, természetesen, mint minden országban, de ez szakpolitika. Olyan értelemben fontos ezt hangsúlyozni, hogy egy ekkora országnak, de egyébként nálunk nagyobb országoknak sem, tehát meg az Egyesült Államokról sem mondható el ez, tehát egy ilyen szakmai, mélyen szakmai és nagyon nagy know-how-t igénylő ágazatban, mint az űrtevékenység, természetesen butaság lenne, nincs is erre lehetőség, főleg nincs rá igény, tehát nem lehet szétválasztani olyat, hogy mondjuk, mit tudom én, baloldali és jobboldali űrprogram, vagy űrszakértők, vagy űrtevékenység. Fokozottan igaz ez egy ilyen kicsi országban, ahol az űrkutatók, űrtevékenységgel foglalkozók, pontosabban szólva, sőt az űripar képviselőinek a szakmai közössége is tulajdonképpen néhány száz főre tehető, én azt gondolom. Mindenképpen ilyen ezer néven, azt hiszem, hogy kevesebb ember az, aki tényleg érintve van ezekben a dolgokban. Természetesen nem engedhető meg itt sem az a luxus, hogy két űrtevékenység létezzen, tehát ilyen értelemben a magyar űrtevékenység, amit egyébként ez a szóban forgó könyv bemutat, ez egy olyasmi, ami lényegében töretlen fejlődést mutat, és ugyanazokat a célokat követve fejlődik a rendszerváltás óta. Nyilván a gyökerei a magyar űrtevékenységnek a rendszerváltás előtt kezdődtek. Nagyon jó kérdés, hogy mikor kezdődött a magyar űrkutatás? Hogyha felütjük ezt a könyvet egyébként, akkor azt fogjuk benne megtalálni, hogy a magyar űrkutatás gyökerei bizony az első műholdstartja előttre is visszanyúlhatnak. Volt szokolébresztő adásunk is Bajzoltánról, aki az első holdradar kísérletet hajtotta végre, illetve az egyik első, mert az amerikaiok ugye vele egy időben sokkal szerencsésebb körülmények között ugyancsak 1946-ban megradarozták a holdat. Ez volt ugye az első olyan eset, amikor a Földről kiküldtek valamit az űrbe, ami onnan visszajött. Ez ugye ebben az esetben még nem egy űreszköz volt, hanem egy rádióhullám csomag, ami visszaverődve a Holdról visszajutott az Újpesti Egyesült Izzó Laboratórium tetején felszerelt parabola antennára, sőt, nem is parabola volt az, egy nagy Yagi antenna volt. A lényeg az,
hogy sikerült ilyen módon detektálni a visszhangot, és sokan ezt az 1946-os két kísérletet, az amerikait és a magyart fogadják el az űrtevékenység kezdetének. Tehát ilyen értelemben a magyar űrtevékenység az első műholdnál is régebbi. Viszont nyilván az igazi felpörgés az a szocializmus korszakában következett be, amikor az interkozmosz együttműködés keretében magyarok elkezdtek műszereket fejleszteni a szovjetekkel és a többi kelet-európai országgal együttműködésben készülő műholdak, illetve űrszondák fedélzetére. Majd természetesen szót ejtünk arról, hogy mi mindent csináltak a magyarok ebben. És aztán ugye eljött a rendszerváltás, ami egyben megnyitotta a lehetőséget a nyugati kapcsolatainknak az elmélyítése felé, ami egyébként a néhány évvel ezelőtti belépésünkben csúcsosodott ki mindeddig az Európai Űrügynökségbe. Az Európai Űrügynökség előszobáját jelentő PEX, illetve PRODEX programok, azok pont arra valók voltak, hogy ezeket a kelet-európai országokat, vagy hát közép-kelet-európai országokat felzárkóztassák az Európai Űrügynökség belépéshez, ugyanis az Európai Űrügynökségben van tagdíj, tehát az Európai Űrügynökségben, az ESA-ba nem léphet be akárki, akármilyen ország. Ahhoz nem elég egyébként kiváló műszereket fejleszteni, vagy kiváló űripari termékeket előállítani, amik egyébként beszerelhetők az európai űrszondákba, vagy műholdakba, vagy európai űrrepülésekre felvihetők, hanem be kell fizetni egy tagdíjat. Na már most a tagdíj az egyrészt, hát nyilván, főleg hát a rendszerváltást követő első, mondjuk első két évtizedben, az bizony egy borsos összeget jelentett mindenképpen egy ilyen kelet-európai büdzsének. Másrészt azonban persze ez egy visszapályázható összeg. Tehát a befizetett tagdíjnak a 100%-a visszajön az adott ország űriparába, de éppen ezért fontos, hogy az adott országban legyen űripar, hogy legyen olyan cég, ami megfelelő színvonalú ahhoz, hogy egyáltalán pályázni tudjon ezekre az összegekre, hogy visszanyerhesse. Hogyha nincs egy országban űripar, akkor ugye hát nem tudják visszapályázni, nincsenek erre alkalmas cégek. Magyarországon tehát éppen amiatt váratott talán magára ennyi ideig az Európai Űrügynökségbe való belépés, annak ellenére, hogy a magyar űripar termékei azok már évekkel, hát mondanám, hogy egy évtizeddel azelőtt alkalmassá tették volna Magyarországot a belépésre, hogy ez ténylegesen megtörtént. Na de hát azért az űripart fel kellett egy kicsit izmosítani ahhoz, hogy tényleg értelmes legyen a belépés az Európai Űrügynökségbe. Hát jelenthetjük, hogy ez megtörtént, és erről is tanúságot tesz ez a könyv, ami tehát tele van a magyar űriparnak a dolgaival is. De elsősorban ez egy rendkívül olvasmányos könyv. Tehát gyönyörű, ugye mindjárt hallani is fogjuk, hogy hogyan nyilatkoznak róla a szerkesztők és a készítők. De hát ahogy említettem, majd mindjárt végigmenjünk, hogy kik voltak ott, ugye most Kovács Kálmánnal kezdtem, úgyhogy hallgassuk meg, hogy ő, aki ezt az egész bemutatót kezdte, hogyan nyilatkozott és miket mondott erről a könyvről. A MAN szempontjából azt gondolom, hogy nagyon nagy lehetőség, hogy ez a könyv megjelent, és ha megengedik, csak két-három gondolatot szeretnék mondani arról a szakmai szervezetről, amelyik már jó sok évtizede Magyarországon az űrkutatással és az űrtechnológiával, űralkalmazásokkal kapcsolatos szakmai munkát koordinálja, irányítja, részt vesz benne, és leginkább egy belső szakmai fórumot tud teremteni azok számára, akik elkötelezettei ennek a területnek. Szeretnénk a jövőben az igazi civil egyesületek mintájára egy kicsit aktívabbnak lenni, nem csak abban a szempontból, hogy a népak tudományterületnek, tudományágnak is az alkalmazásnak a népszerűsítésében élen járjunk, hiszen azt gondolom, hogy az elmúlt években sokat tettünk ezért az űrtáborokkal, űrversenyekkel, most legutóbb az Irány az űr, a Kárpát-medencei középiskolás csapatversennyel, ahol több mint 150 középiskola indult el a Kárpát-medencéből, és tényleg úgy érzem, hogy meg tudjuk mozgatni most már azt a fiatal generációt, akitől várjuk, hogy a természettudományok, a fizika, és elsősorban mi nézőpontunkban legfontosabb űrkutatás, űrtechnológia irányában orientálhatóak. De ugyanakkor szeretnénk a jövőben szakmai belső fórum is lenni mindazok számára, akik ezen a területen dolgoznak, hiszen szükséges a tudásuk és az ismeretik tapasztalatuk megosztása egymás között, belső vitafórumot teremteni,
annak érdekében, hogy a szakma meg tudjon felelni annak a kihívásnak és lehetőségnek, ami most az európai űrkutatás dinamikus fejlődésének az időszakában azt hiszem egy nagyon nagy lehetőség, hogy iparvállalataink, kutatóműhelyeink, egyetemi kutatási és innovációs központjaink részt vegyenek ebben a folyamatban, sokkal attraktívabban, sokkal nagyobb mértékben, mint ahogy eddig tehettük. A bázis, az alapok azt gondolom, hogy megvannak, és ebben a könyvben erről szeretnénk beszélni, erről a több évtized alatt kialakított alapról, akár a tudomány, akár az oktatás, akár az ipar, akár az alkalmazások területén, és szeretnénk megmutatni, igazolni mindenki számára, hogy ez egy létező terület Magyarországon. Sajnos ma 10 emberből 9 talán azt gondolja, hogy egy felesleges játéktér az űrkutatás egy országban. Mi egyfelől azt szeretnénk bizonyítani ezzel a könyvvel, olvasmányosan és közérthetően, hogy sem a mindennapunk, sem a jövőnk nem képzelhető el ma már űrtechnológia és űralkalmazások nélkül. És hogyha ez egy ennyire kulcs terület is, és ennyire lényeges a jövő szempontjából, akkor Magyarország nem maradhat le ebben, tehát ez egy fontos terület, és mi ebben egyelőre azt mondhatom, hogy nagyon szépen letettük a mélyegyünket az elmúlt évtizedekben, és ez talán biztatást adhat mindenkinek, hogy ezt a területet érdemes művelni, fejleszteni. És hát a MANT, a Magyar Asztronautikai Társaság jelenlegi elnöke után szót kapott a Magyar Asztronautikai Társaság örökös tiszteletbeli elnöke is, Almár Iván professzor, csillagász űrkutató, aki hát nyilvánvaló, hogy történelmi időknek is a tanúja, hiszen hát őt már ott találjuk fiatal kutatóként a legelső magyar nyelven megjelent űrhajózási, űrkutatási tárgyú ismeretterjesztő könyv szerkesztői között is, ami még 1957-ben, az első műhold felbocsájtása előtt jelent meg az Élet és Tudomány kiskönyvtára sorozatban, és hát több ikonikus kiadvány szerkesztő bizottságában is a főszerkesztő között találjuk. Gondoljunk itt az űrhajózási lexikonra, amiről szót is ejtett, de gondolhatunk itt a nem emlegetett, de szintén szerintem korszakos fontosságú, főleg az én generációmnak, SH Atlasz űrtan című könyvnek a szerkesztői között is, ott találjuk őt, a bot előddel, Horváth Andrással együtt, és még hát sokakkal másokkal, akik itt szintén szóba fognak kerülni. Tehát ő mindenképpen történelmi viszonylatában is tudja látni, hogy milyen fontos ez a kiadvány. Hát hallgassuk, hogy mit mondott róla ő. Ennek a könyvnek a történeté, ez több évre nyúlik vissza, mert számolgattuk az előbb, legalább 3 éve, hogy a gondolat először felmerült a külügyminisztériumon belül a űrkutatással foglalkozó főosztály, illetve Ferenc Orsolya miniszteri biztos fordult először a MANT-hoz azzal a javaslattal, hogy a MANT jelentessen meg, tehát a Magyar Asztronautikai Társaság jelentessen meg egy olyan átfogó könyvet, amely kitér a több szempontot adott meg. Kitér a múltra, a jelenre és egy kicsit a jövőre is. Szóljon mindenkihez, a legfiatalabb nemzedékhez, azokhoz, akik tájékozódni akarnak, hogy lehet magyar űrkutatásba bekapcsolódni. Tehát a fiatalokhoz általában szóljon a szakemberekhez, akik egy átfogó képet szeretnének kapni mindenről, ami ehhez tartozik, és mindez férjen bele ugye a költségkeretbe, továbbá meglegyen a megfelelő szakmai színvonal és ellenőrzés. Nem sorolom tovább, tehát annyi minden követelni jelent meg ebben az felkérésben, hogy ennek megfelelni lehetetlennek tűnt. Való igaz. Én azt remélem, hogy a lehetetlen sikerült megvalósítani. Mert mindjárt elmondom, hogy hogyan és miért gondolom. Ami itt van előttem, az egy szép album, ez kb. 200 oldal, páros oldalakon
egy-egy téma szerepel, sok képpel, lesz kikötés volt rögtön az elején, hogy minél több kép legyen. A fiatalok számára egy külön résszel arról, hogy milyen az oktatás helyzete Magyarországon az űrkutatás területén, hol érdemes érdeklődni, hogy kell tovább menni. A szakemberek részére hát gondoskodik a tartalom értékéről az a tény, hogy mintegy 70 kolléga benyújtott háttéranyagaiból készítette a szerkesztő, tulajdonképpen a szerkesztő Simon Tamás azt a szöveget, ami azután végül is megjelenik itt, és ez a szöveg egységét biztosította, hogy ezeket összegyúrta egy könyvé, amely olvasmányos is, de ugyanakkor megadja a megfelelő szakmai hátteret is úgy, hogy ezeken az oldalpárokhoz tartozik egy QR kód, és ezen a QR kódon keresztül el lehet jutni egy olyan adatbázishoz, ahol az eredeti háttéranyagok olvashatók az adott témáról. Ez egy ügyes ötvözete tulajdonképpen tehát egy könyvnek és egy internetes háttérnek. Tehát a 200 oldal, ha hozzáveszünk azt, ami benne van az internetben, akkor nem 200, hanem 1000 oldal legalább. És ez az anyag ráadásnak, és ez óriási dolog, ráadásnak állandóan frissíthető. Míg egy könyvben ez is egy-két év alatt azért elavul, bizonyos szempontok, új szempontok merülnek föl, nem úgy megy tovább a dolog, mint ahogy elterveztük. Itt sok minden utal a jövőre a könyvben, aminek hát feltételei vannak, tudjuk jól, ha más nem, hát az anyagi feltételei biztos, és ezekről nem lehet 100%-os képet nyújtani, úgy, hogy az maradó legyen sok évig, hanem arról van szó, hogy ez a kiegészítve azzal, ami az internetes anyag, mégiscsak naprakészen fenntarthatóvá válhat, és így azok számára is hasznos olvasmány marad sokáig, akik ténylegesen mélyebben akarnak megismerkedni a témáról. Most szeretnék váratlanul egy kis kitérőt tenni, egy anekdótát elmesélni, tény, amit mondok, azzal kapcsolatban, hogy hogy lehet eljutni az egészen fiatalokhoz, azokhoz, akik még csak most kezdenek érdeklődni, csak űrhajósok akarnak lenni, vajon képes lesz ez a könyv áttörni azt a határt, hogy a gyerekek is kézbe vegyék, mint ahogy erre több utalás van a könyvben, hogy ez cél, és azok, akik érdeklődnek az űrkutatás iránt, valóban vegyék kézbe a könyvet, és olvassanak bele, és élvezni fogják. Néhány nap óta én szívesen nézem az ATV-ben a Genius című vetélkedő sorozatot, quiz vetélkedő. A napokban történt, én nem tudom, hogy ki hallotta, a napokban történt, talán két napja, hogy az egyik tehetséges fiatal ember, aki kiesett éppen a versenyből, a vezetőjét a quiz vetélkedőnek, hát elkezdtek még beszélgetni egy kicsit, és az megkérdezte tőle, hogy hogyan, már a fiatal embert megkérdezte, hogy hát hogy indult a pályája, hogyan foglalkozott ilyen részletesen a dolgokkal, ennyi mindenről tudott valamit mondani, és erre óriási meglepetésemre a fiatal ember, akinek semmi köze a MANT-hoz, azt mondta, hogy 8-10 éves korában, már nem emlékezett pontosan hány éves korában, azt kérte a szüleitől, hogy vegyék meg neki az űrhajózási lexikont. A 40 évvel ezelőtt megjelent MANT hasonló nagy kiadványt, 1000 oldal volt, és azt elolvasta. És ez adott neki impulzust a következőkben, hogy ő űrhajós akar lenni. Ez a történet engem teljesen megdöbbentett. Annak idején mi csináltuk a űrhajózási lexikont sok-sok évig,
sok-sok ember, ilyen értelemben hasonló vállalkozás volt, mint ez a mostani. Az Akadémiai Kiadó és az Rényi Kiadó végül is megjelentette, 1980-81-ben jelent meg, rengeteg példányban, és nem is álmodtunk arról, hogy 40 év múlva valaki a televízióban azt fogja mondani, hogy ő 8-10 éves korában már végigolvasta ezt a könyvet. Akkor megkérdezte tőle a Gundert Takács, akkor azt mondta, hogy ez kb. 800 oldal volt. Nem, 1000 oldal volt a könyv. És ezt elolvasta egy 8-10 éves gyerek. Hát ha azt elolvasta valaki ebben a korban, akkor van komoly remény, hogy ezt a könyvet is el fogják olvasni ezek a fiatalok. Úgyhogy itt most egy bizonyítékot kaptunk, tőlünk teljesen függetlenül. A Mantot nem említette senki ott természetesen ebben a beszélgetésben, de mégiscsak az volt a megdöbbentő, hogy egy 40 évvelőtti szakkönyvnek egy gyerekre ekkora hatása volt. Szóval ez amit el akartam mondani, mint egészen friss élményt, és az az érzésem, hogy ez mindenki számára egy ígéretes dolog, mert hogyha belegondolunk, még egyszer a közeljövőben nem fogunk belevágni egy hasonló vállalkozásba, de az biztos, hogy ez a tény, hogy ez a könyv most itt van, önmagában egy nagy dolog, és nagyon javaslom a újságíró kollégáknak, hogy foglalkozzanak vele. Foglalkozni vele ez azt jelenti, hogy egy kicsit belelapozva meg is ismerkedjenek majd azzal, hogy minden van itt. Várakozáson felüli minőségben és tartalommal jelent meg ez a könyv most, a várakozás pedig nagy volt. Úgyhogy azért mondom, hogy még a várakozáson felülmúlott, hogy az elsősorban a szerkesztőket, vagy elsősorban a szerkesztőt, továbbá talán Botellit nevét értelmesen megemlíteni, aki a elnöke volt a Mantnak abban az időben, amikor ez a könyv készült, és ő maga is személyesen rengeteget dolgozott ezen a könyvön, vezette az előkészítő bizottságot, és itt a végén van egy névsor, összeszámoltam, 75 név van ott, akik konkrétan beledolgoztak a könyvbe. Hát természetesen ezt nem lehet felsorolni, és nem is érdemes, de mutatja a vállalkozásnak a nagyszerűségét. Így is van. És hát nézzünk bele akkor végre ebbe a könyvbe. Tehát egyre eleve szerintem egy gyönyörű dolog, ahogy kinyitjuk a könyvet, ami egyszerűen hihetetlen ízléses, ilyen nehéz, én szerintem ez a nyomdai forgalomban kapható legvastagabb és legjobb minőségű papírra van nyomtatva, mégpedig éppen azért, hogy ezeket a gyönyörű színes képeket, amik ugye a felét kitöltik a kiadványnak, ezeket elbírja, tehát tényleg egy vizuálisan is marha jó kis album ez. De hát mondom, nekem különösen szívmelengető, hogyha kinyitom, az első dolog, amit meglátok, az az ajánlás. Ez pedig így szól, a diákoknak, akik eljuthatnak még a Marsra, és a tanároknak, akik nélkül ez nem lenne lehetséges. Tehát kifejezetten egy oktatási célzat van, ugye hát ez egy jó utalás egyébként erre a srácra, akit Almár Iván emlegetett, aki 8-10 évesen megkapta az űrhajózási lexikon. Hát nézzük, hogy akik mostani gyerekek mit látnak, hát ezt én teszteltem itt az itthoni tesztközönségem, aki az óvodás korosztály egy tagján, és mindenképpen úgy nyilatkozott, hogy ez egy nagyon érdekes könyv, és teljesen jól lekötötte, pedig hát ugye ő még nem is az a korosztály, ami a 8-10 éves, szóval hát valóban az a szép ebben a könyvben, hogy még a szakemberek számára is jó, de befogadható olyas valakinek is, például egy kisgyereknek, aki még azért annyira nincsen beavatva az űrkutatás titkaiba, olyan mélységig, mint mondjuk egy egyetemet végzett ember, de mindenki talál magának való dolgot benne, és hát például, hogyha rögtön kinyitjuk,
valóban itt van az elején az űrkutatás kezdeteiről, a magyar űrkutatás kezdeteiről szóló rész, az Európai űrügynökségről szóló bevezető, de hát aztán utána gyorsan elmélyedünk azokba az érdekességbe, amik közül van, ami közismert, és van, ami kevésbé. Itt van például az a tény, hogy magyar kutatók a KFK-i részecske és magfizikai kutatóintézetben alkották meg a világtörténelem első űrrobotját. Hát, hogy ez micsoda volt? Az a Héli üstökösöz, ami ugye 1986-ban a Föld közelében járt, ugye ez 76-77 évente jár erre a Héli üstökös, hát akkor a szovjetek is, és egyébként az Európai Ügynökség is, sőt a japánok is, egy egész űrszonda arzenált, úgy hívták akkor, hogy Héli Armada, tehát egy csomó űrszondát küldtek a Héli üstökös megvizsgálására. A szovjetek rögtön küldtek kettőt. Ezeket úgy hívták, hogy Vega 1 és 2, amik egyébként nem a Vega csillagról kapták a nevüket, hanem a Vega az egy rövidítés, a Venera és a Galley szavak rövidítése. A Venera az Vénuszt jelent, mert az űrszonda egyébként a Vénuszt is útba ejtette, és oda lepottyantott egy leszálló egységet, meg egy francia ballont a Vénusz légkörébe, de aztán repült tovább a Héli, vagyis oroszul Galley, mert ugye ők a hát azt nem nagyon tudják mondani valamiért, és akkor G-t mondanak helyette. Tehát a Galley, vagyis Héli üstökös felé, ez volt a Vegából a Ga. Na most, viszont a Héli üstökös az elég messze van ahhoz a Földtől, hogy rendesen távirányítással lehessen erre-arra forgatni a kamerát, viszont annyira meg nem volt pontos a pálya meghatározás, hogy előre pontosan be lehessen programozni, hogy merre kell fordítani a kamerát az adott pillanatban. Ennyire nem voltak pontosan ismertek a pályaadatok. Tehát akkor mit kell tenni? Akkor kell egy érzékelő rendszer, meg egy fedélzeti autonóm egység, ami nem távirányítással, hanem a saját döntése alapján el tudja dönteni, hogy merre fordítsa a kamerát, hogy a Héli üstököst le tudja fényképezni az űrszonda. Ez tökéletesen sikerült is, de hogy ez megtörténhetett, az a Központi Fizikai Kutatóintézet eredményeinek köszönhető, hiszen ők voltak azok, akik ezt a számítógépes rendszert, ez tulajdonképpen a világ első űrrobotját, ami forgatta ezt a kamerát, ezt megalkották. Tehát azért ez egy elég komoly hozzájárulás. Nem véletlenül emlegetik a Vega űrszondát egyébként úgy, hogy az egy szovjet, francia, magyar és a többiek űrszonda volt. Tehát a három legjelentősebb hozzájáruló nemzet között emelik ki a magyarokat ebben a nemzetközi programban. De hát utána persze a magyarok nem tétlenkedtek az üstökös kutatásban, tehát ugyancsak a részecske és magfizikai kutatóintézetben, amit ma már a Wigner kutatóközpontnak nevezett, korábbi KFK-i rész kutatói vitték tovább a fákját, például gondoljunk csak a Rosetta űrszonda leszálló egységére, a Philae-re, ami szintén magyar fedélzeti számítógép elindult újra, útra, hogy végrehajtsa az első leszállást együstökösön a Churyumov-Gerasimenko magján. De hát itt a magyar űreszközök mindenhol ott vannak a naprendszerben, és egy csomóról még én se tudtam. Például, hogy a Merkurt kutató Bepi Kolumbó űrszondán is vannak magyar műszerek. Vagy, hogy amikor nem sokára, jövőre remélhetőleg elindul végre valahára a Rosalind Franklin nevű európai marsjáró, ami mintákat fog venni a Marsról, kifejezetten azért, hogy azokat ott a helyszínen elemezze, és életnyomok után kutasson. Hát ott is mindenképpen úgy tűnik, hogy a magyar részvétel az kikerülhetetlen volt, ugyanis magyar szakemberek fejlesztettek a furatok falát elemző műszert, ami arra képes, hogy az űrszond által vett mintáknak a kontextusát, a geológiai rétegeknek az elrendeződését megvizsgálja. De ez például olyasmi volt, amiről például én se hallottam, és hát rengeteg kutatás, itt van a magyarok részvétele a Cassini űrszondán, ami a Saturnushoz repült, a Jupiter holdakhoz tervezett űrszondán részt vevő magyar műszerek. Itt mosolyog az egyik oldalon állandó szakértőnk Pál Andris is. Itt maga a Pál Andris is itt figyel a 49. oldalon egy csoportképen, hiszen ők a Neptunuszon túli objektumokat vizsgálják a Concord Csillagászati Intézet többi kutatójával, és hát ők is, mint sokan mások is helyet kaptak ebben a könyvben, és hát a szokorébresztőből ismert arcok között itt integet Suminski Nándor is, aki az 59. oldalon látható teljes életnagyságban. Ő ugye, aki űrgyűjtő és űrarchivátorként többször szerepelt a műsorokban, itt éppen a Farkas Bertalanról szóló fejezetben szerepel, illetve az ő űrrepülésével kapcsolatos fejezetben, amint éppen a Farkas Berci űrhajójában ül. Ilyen szerencsés ember volt a Nándi, hogy amikor vissza Magyarországra hozta a Szovjet Tudományos Akadémia ajándékként a
kabint, a Farkasberci kabinját, amivel visszatért az űrből, a Soyuz 35 kabint, akkor ő bizony megfelelő kapcsolatai révén beülhetett, és ezt nem is átadották megörökíteni. De valami egészen fantasztikus dolog, például a Horváth András Ferenc féle marsi foltok rejtélye. Ők ugyanis, és ez szintén gyönyörű képekkel szerepel ebben a könyvben, méltatlanul kevés visszhangja volt ennek a dolognak, pedig hát ez potenciálisan egy életnyomszerűség felfedezése a Marson, de hát ugye nem tudjuk róla az igazságot, mindjárt elmesélem, hogy miért. A lényeg, hogy a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején, amikor a Mars Global Surveyor odaért a Mars körüli pályára, és nagyon jó felbontású képeket kezdett készíteni, akkor Horváth Andrásék, aki ugye magyar űrkutató csillagász, már említettem is a nevét korábban, a nagy ikonikus könyvek főszerkesztői között, a Planetáriumnak az igazgatója volt egyébként sokáig, a budapesti planetáriumé, tehát ő a fényképeken, a kollégáival felfedezett nagyon különös pöttyöket, ami hát leginkább úgy néznek ki egyébként a Mars felszínén ezek a pöttyök, amiket a Mars körüli pályáról meglátott az űrszonda, mint ahogy egyszer, amikor nálunk elkezdett bepenészedni a fal, ilyen pöttyöket láttunk olyan elrendeződésben, hát valami ilyesmit lehet itt is észrevenni, és ráadásul ezek évszakos színváltozást mutatnak ezek a pöttyök. Természetesen azonnal felmerült, hogy hát ha ezek valamiféle kék moszat vagy baktérium telepek, és hát el is kezdtek ezzel kapcsolatos vizsgálatokat csinálni, Gánti Tibor vegyésze és Szatmári Őrs biológus által felállított elmélet szerint, ugyanis ezek a foltok a földi kékmoszatokhoz hasonló élőlények tevékenységéhez köthetők, és ezt el is kezdték oly módon vizsgálni, hogy ilyen telepeket betettek Berlinben egy olyan laborba, egy olyan kamrába, ahol marsszerű körülményeket állítottak elő, és ezek a moszatok nagyrészt túlélték. Tehát lehet, hogy ezeket a pöttyöket látjuk ezeken a képeken? Hát, ezt talán megtudhattuk volna, hogyha sikerrel járt volna a Mars Polar Lander űrszondának a leszállása a Marsra 1999-ben, hiszen azok éppen a déli sarki régió, ez az űrszonda éppen a déli sarki régióban szállt volna le. De hát a déli sarki régió az, ahol ezeket a pöttyöket felfedezték Horváth Andrásék a felvételeken, ám de sajnos nem sikerült ez a leszállás, tehát az egyike azoknak az űrszondáknak, amit a félelmetes, legendás nagy marsi szörny ugye elnyelt, ahogy ezt a NASA mitológiája tartja. Úgyhogy hát sajnos azóta sem volt a déli pólus közelében leszállás a Marson. Így hát nem nyílt lehetőség arra, hogy a helyszínről megvizsgáljanak talán egy ilyen foltot, hát talán majd egyszer. Most jelenleg az uralkodó elmélet az, hogy itt egyébként ezek a foltok nem biológiai tevékenység nyomán jöttek létre, viszont a víztartalomhoz van köze, tehát azért mégiscsak egy mindenképpen nagyon érdekes dolog, mert most jelenleg az álláspont, hogy ezek a felszínközeli törmelékréteg víztartalmához kapcsolódó dolgok, és élettől független módokon jönnek létre ezek a feláramlások, amik ezeket a pöttyöket, megjelenésüket és eltűnésüket előidézik, de mindenképpen egy nagy rejtély, ami megoldásra vár, és hát a magyar kutatócsoport ezzel hát évtizedekkel megelőzte a korát. És egyébként azért is, mert egy bizonyítható hipotézist formáltak. Hogy hát ezek most vagy életnyomok, vagy nem. Egyszerű a feladat, oda kell menni, megnézni. Hát reméljük, ez majd egyszer megtörténik. Na, hát igen, szóval ilyenekről is gyönyörű képeket láthatunk magukról, a foltokról, és hát nézzük, hogy mit mond mindezek után itt az ideje, hogy meghallgassuk, hogy hogyan nyilatkozott erről a könyvről a főszerkesztője. Ennek a könyvnek ugyanis a főszerkesztője nem más, mint Simon Tamás, aki a Magyar Tudományos Akadémia kommunikációs főosztályának a vezetője, és hát őt kérték fel arra, mindjárt meg is halljuk, hogy hogyan és mikor, hogy megszerkessze ezt a grandiózus kiadványt. Akkor Botelőd nevét én is szeretném megemlíteni. Ő jött el hozzám 2019 nyarán, hogy vállaljam el ezt a munkát. Érdekelt a munka, és akkor augusztus 16-án kerültem a MANT bizottság elé, akik a téma listát, illetve az elkészült anyagokat átadták nekem. Ezekre az elkészült anyagokra valóban lehetett szakmailag támaszkodni. Tény, hogy a legtöbb oldal páron, ugye, ahogy Iván sem tett, én páros oldalak, ott a bevezető szöveget én írtam meg, mert próbáltam kamatoztatni az ismeretterjesztésben szerzett tapasztalataimat, de utána a kis mélyfúrásoknál, a szövegblokkokban, ott már nagyban támaszkodtam a konkrét szakmai szövegekre.
50-50%-os képarány, képszöveg arányban törekedtem. Ez nem volt könnyű, mert sokan nem is hitték el, hogy ez összejött. Végül is a képek forrásának a 80% az Európai Ügynökségnek a képarchívuma lett, és itt említem meg, hogy volt előtte felvettük a kapcsolatot az Európai Ügynökséggel a szerkesztés közben. Szerintem óriási dolog, hogy itt van rajta az elején az ÉZAP-pecsétje, tehát az Európai Ügynökség ajánlásával jelent meg ez a könyv, illetve a főigazgatónak az ajánlásával a hátsó borítón, úgyhogy ez mindenképpen nagy eredmény. És a többi forrás pedig vagy saját fotókból, sajnos a járvány miatt annyit nem tudtunk fotózni, mint gondoltuk. Megjegyzem, itt is értek bennünket meglepetések, amikor elmentünk Miskolc az Admatis Kft-hez, akkor egy ilyen lerobbant panel alatt egy vasajtót találtunk, mellett egy pici fénytáblával, hogy bocsánat, Európai Ügynökség által minősített hely. És amikor bementünk, akkor tényleg egy ilyen télidő kapu nyílt ki, tiszta szobában, meg minden, de ajánlom a sajtófigyelmébe is ezt a kiváló műhelyt. Tehát zárójel bezárva, jó volt ezt a könyvet szerkeszteni, tényleg, hogy itt köszönetnyilvánításban próbáltam érzékeltetni, nagyon jó emberekkel dolgoztam, egy nagy részüket ismertem is, volt néhány vitánk, amikor nagyon meghúztam, 4-5 oldalas háttéranyagokat képbekezdésre, akkor azért ez nem mindig aratott siker, de aztán végül beletörődtek abba. Még a Horváth András is azt mondta, hogy a marsi foltokat végül is jól fogtam meg, tehát szerintem ez mindent elmond. A kézirat lezárása 2021. március 31-én történt. Ezt azért mondom, mert tényleg azóta, hogy például elkészült az űrstratégia, ami még nincsen benne, csak hogy készül, vagy azóta a RadCube felment a világűrbe, kell majd frissíteni a könyvet is, attól függetlenül, hogy a háttéranyagok folyamatosan frissülnek. A munkamenetről már beszéltem, tulajdonképpen még annyit szeretnék elmondani, hogy amit én nagy erénynek tartok, és ezt a szakértőknek, és főleg a lektoroknak köszönhetem, illetve szakértőknek olyan szempontból, hogy a MANT elképzelését, ha megnéztük az elején, akkor az fele részben még inkább történelemkönyv irányba vitte a dolgot. Tehát Farkas Berta, Bille, mindenki ismerődik a sztorikat. Maradjunk az Admatisztán, akkor elmentem hozzájuk, hogy akkor írjunk ugye a Sentinel 2 műholdal, ahol ők ugye 70 alkatrészt gyártottak a két műholdra, tehát a Sentinel 2 műholdbárra. Akkor felhívták a figyelmet például más projektekre is, például a JUICE űrszondára, amelyből aztán külön oldalpár lett. És így szép lassan bennem is átalakult az egész hozzáállás olyan szempontból, hogy sokkal több tartalom van a magyar űrkutatásban, űrtevékenységben, mint azt így elsőre gondoltam, tehát én is folyamatosan meglepődtem a szerkesztés során, és ezért lehetett ebből 200 oldal, és ami a fontos, úgymond az idézőben kötelező köröket le tudjuk a második, harmadik fejezetben. Miért mondom ezt? Mert azért, ami ott van, azokat jó részt mindenki ismeri. Tehát például a Vega űrszonda, a Hévi üstökösnél, vagy a Pavlics-féle holdautó, vagy a Farkas Bertalanék repülése. De szerintem az igazi izgalmak utána kezdődnek ebben a könyvben. A negyedik fejezettel, ami külön köszönetet mondok Sík András kollégám, barátomnak, egykori tanítványomnak, talán ez volt a legnagyobb élvezet számomra ennek a fejezetnek a szerkesztése, hiszen lehet, hogy nem tudja mindenki, még a teremben ülők közül sem, hogy a Föld körül keringő műholdak egyharmada, legalább egyharmada az a Föld felszínét, légkörét figyeli, a Földön zajló folyamatokat, például a klímaváltozás hatásait. Tehát földmonitorozó műholdakról van szó, és ez a terület nekem is nagyon új, nagyon izgalmas volt, és rengeteg segítséget kaptam Andrástól, miután leraktuk az alapokat, hogy egyáltalán hogyan működnek ezek a műholdak. Végigvettük tényleg, persze itt is ugye van a magyar vonatkozások, de egészen az űridőjárásig és a klímaváltozásig. A negyedik fejezet szerintem az egyik legerősebb a könyvben is. Ugyanezt tudom elmondani az űripari fejezetre, az ötödikre, ami, bocsánat, szintén szerintem példanélküli az eddigi könyvekben, mert bár van ez az űrkörkép című kiadványom annak, ami most már másodszor harmadszor jelent meg, és az nagyon jó kis összefoglaló a cégekről, másodszor, tehát harmadszor évente meg fog jelenni, viszont itt tényleg itt is próbáltuk azt, hogy érthetően világosan magyarázzuk el, hogy milyen űripari tevékenységek vannak, mondjuk a dozimetriában, a jól ismert Billén kívül, és akkor valóban meglepő, hogy
hogy az Energiatudományi Kutatóközpont már milyen projektekbe száll be, vagy hogy milyen cégek vannak űranyagtudományban például. És aztán az oktatási fejezet, ami már szintén azt kell mondjam, hogy sajnos, hogy részben elavult, mert ugye még csak arról az, hogy majd a BM-én indul 2022 tavaszán egy űrmérnökképzés, de azt olvastam aztán az űrvilágon talán, hogy ebben már 16 felsőoktatási intézmény kapcsolódik be. Szóval ez egy másik projekt. Jó, mindegy. A lényeg az, hogy ez nagyon jó, nagyon jó olyan szempontból, hogy végig szakértők is hangsúlyozták, akár kutatóintézeti, akár egyetemi, akár céges kutatókról legyen szó, hogy nagy probléma az utánpótlás. És azt nagyon fontosnak tartom megemlíteni, de majd ezt nyilván Osztályvezető úr is mondja, hogy amellett, hogy az űrtevékenységet népszerűsítsük, legalább ekkor, hogy még nagyobb hangsúlyt fektessünk a jövőben a kutatói utánpótlásra. És a kettő az úgy ér össze, hogy valóban, ahogy Iván mondta, ha ez lesz az új űrhajózási lexikon, vagy valami hasonló, biztos, hogy lesznek olyan gyerekek, akik visszalapoznak majd itt a Marsbázishoz, meg a magyar földrengésekhez, és akkor azt mondják, hogy valamilyen természettudományi vagy mérnök irányba megyek. Úgyhogy szerintem ezért érdemes volt dolgozni, és köszönöm mindenkinek, akivel együtt dolgozhattam, egy élmény volt, hosszú volt, 2,5 év, de szerintem ez mondhatom azt, hogy szerkesztői pályafutásom valószínűleg a csúcs teljesítménye lesz. Köszönöm szépen! Így nyilatkozott tehát Simon Tamás főszerkesztő a Magyarország és a világűr című könyvről, amelynek az alcíme Szerepünk a világűr tevékenységében, és amelyről egyébként az ESA-nak az igazgatója, dr. Josef Aschbacher a következőt írta. Ez a könyv az utóbbi évtizedek űrtevékenységének eredményeit tekinti át Magyarországra összpontosítva. Teszi mindezt azzal a céllal, hogy a fiatalabb korosztályokat az űrtitkainak kifürkészésére buzdítsa, és arra, hogy az így lelt kincseket az emberiség javára fordítsák. A múltkori adásunkban egyébként szóba került Frey Sándor is, aki csillagász és űrkutató. A múltkor oly módon hivatkoztam rá, hogy szóba került az űrcsillagászat témakörben a VLBI, vagyis a Very Large Baseline Interferometry a legutóbbi adásban, amikor ugye arról volt szó, hogy magyar kutatók részt vettek még évekkel ezelőtt is azokban a programokban, amelyek a japánokkal, illetve az oroszokkal együttműködésben olyan űrrádiótávcsövek és földi rádiótávcsövek közös összehangolt munkájával azt célozták, hogy minél nagyobb felbontással tudjanak megfigyelni égi objektumokat a távoli világegyetemben, rádió égbolton, tehát rádió objektumokat. Na most ő egyébként természetesen a Magyar Asztronautikai Társaságban is egy prominens szereplő, konkrétan alelnök, és hát mondanom sem kell, hogy hát a máig szerintem a legrangosabb, és hát mindenképpen az első magyar nyelvű űrportálnak, az űrvilágnak az állandó szerkesztője. Ugye ennek az űrportálnak az alapító főszerkesztőjét, egyébként Szentpéteri Lászlót, azért azt őt már többször hallhattuk vendégként ebben a műsorban. Tehát a jelenlegi állandó szerkesztő az Frey Sándor, és ő volt ennek a kiadványnak a szakmai lektora. Hallgassuk, mit mondott ő. Én már csak a vég ellenőr voltam, mert minden fejezetnek volt egy saját szakmai lektora, akiket persze mindig ki kell kevíteni. Tehát ez már a kulisszatrikkok közé tartozik, mint hogy az is, hogy én is úgy álltam ezt az egészet, mint a Tamás mondta, hogy a hátam közöttébe kívántam, amikor ez elkezdődött, mert sejtettem, hogy sok munka lesz vele, meg sok macera. Nem csak szakmai munka, hanem igazából sokszor ilyen politikai, szakmapolitikai adókapok. Itt a kollégák között, akik már találkoztak élő kutatóval, amilyen én magam is vagyok, azok tudják, hogy ha egy kutató valamit leír, akkor az nem biztos, hogy készen áll arra, hogy ezt egy képes könyvben meg lehessen jelentetni, és közérthető legyen. Úgyhogy a Tamás szerint elhallgattam, hogy ez egy heroikus küzdelem volt sokszor. És ugye az is nyilvánvaló, ami elmondott, hogy nem csak ez a kétszer egy néhány oldal készült, hanem sokkal több. Szóval a hátrányokat is lektorálni kellett. Úgyhogy ha bármi marhaság van benne, akkor az az én
hibám, mert az azért van, mert valamelyik éjjel csináltam esetleg, mert ezek így adagba jöttek, és akkor sürgősen hónapra 100 oldal, tudom én. Úgyhogy azért vállalom a felelősséget, bár talán bízunk benne, hogy azért olyan sok marhaság nem maradt a könyvben, sőt talán egy sem. Szinte azt lehet remélni. Mit lehet még elmondani, amit a többiek nem mondtak el? Talán még azt, hogy ez tipikusan egy olyan könyv, amit nem úgy, mint az Üröldési Lexikont, elejétől a végig el kell olvasni. De az se egy olyan könyv, persze, az még kevés olyan, hanem ez pont arra van, hogy, hogyha valami, nyilván el lehet olvasni az elejétől a végéig, de ez arra van, hogyha valaki leveszi a polcra egy év múlva, két év múlva, három év múlva, öt év múlva, és fölüt egy érdekesnek tűnő, vagy éppen akkor a érdekesnek tűnő fejezetet, akkor innen el tud indulni, és meg tudja nézni, hogy Magyarországon akár, hogyan kik foglalkoznak ezzel. Ma már internetes korszakban nem olyan nagyon nehéz ezekre rákeresni és megtalálni azt a eredeti forrást, ahova egyébként komoly érdeklődő, akár egy egyetemista vagy egy középiskolás fordulhat azért, hogy mondjuk egy ilyen témába induljon. Úgyhogy szerintem ennek az a nagy jelentősége, hogy az évekig velünk marad, hogy évtizedekig nem csak a frissített háttéranyagokkal, a QR kódok mögött, azért még valakinek majd frissíteni kell, tehát ez nem egy olyan egyszerű dolog. Most még büszkén mondjuk, hogy majd ez frissítve lesz, aztán majd meglátjuk pár év múlva, hogy ezt ott sikerül megoldani. Szóval ez azért fontos, mert ez egy alapkönyv, amilyet hát mi biztos, hogy nem fogunk csinálni a következő 40 évben, ezt a tartalmas nevében is biztosan állíthatom, de talán más sem nagyon. És hát ugye ennek azért azt tegyük hozzá még egyszer, hogy ennek az alapfeltétele az volt, hogy a külgazdaság és külügyminisztérium ezt támogatta, és emögé állt az akarattal is, meg a pénzzel is, tehát enélkül nyilván nem jöhetett volna létre egy ilyen színvonalas kiadvány. És ha már itt szóba került, a könyvbemutató jelen volt a külgazdaság és külügyminisztériumnak, tehát a Szijjártó-féle minisztériumnak a képviseletében Horváth Dávid minisztériumi osztályvezető, és ő is szólt néhány érdekes szót erről a kiadványról, a következőket. A KKM kapcsán a Ferenc Orsolya miniszteri biztosasszonynak volt az elgondolás, hogy nagy szükség lenne arra, hogy legyen a magyar űrtevékenységet önállóan bemutató olyan kötet, ami közérthető, ismeretterjesztő formában tárja elsősorban a fiatal generáció elé azt, hogy mi minden rejlik ezen a területen, mert sokszor nem ismert vagy nem közismert, hogy Magyarország aktívan bekapcsolódott és bekapcsolódik az űrkutatásba. Úgyhogy ezt a projektet a KKM űrkutatásért űrtevékenységet felelős főosztály részével nagy örömmel támogattuk a kezdetektől fogva. Nagyon örülünk, hogy a MANT személyében egy olyan szakmai partner vitte végig a könyvnek a gondozását, aki tényleg egy ilyen színvonalas kérdványt tudott letenni az asztalra. Szintén említeném még az MCC Press kiadónak a szerepét, akik a végső nyomdai munkálatokban vettek részt. Még a minisztériumot illeti, támogatjuk azt, hogy a kötet eljusson minél több fiatalhoz. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a magyarországi összes középiskolába és könyvtárba 1500 nagyságrendileg középiskola, 1400 könyvtár egy-egy példányt eljuttatunk a kötetből, illetve a határon túli Kárpát-medencei magyar középiskolásoknak is. A kicsit általánosság pedig annyit tennék még hozzá, hogy elkészült időben a Magyarországnak a kormányzati űrstratégiája. Nyáron lett közzétéve a 108 oldalas olvasmány, ennél jóval szikárabb és fényképekkel is kevésbé illusztrált, de a lényeg, hogy van egy ilyen kormányzati stratégia, és az is a szakmai ismeretterjesztésre, mint célkitűzésre nagyon nagy hangsúlyt fektet. És ebbe az irányba dolgozunk tovább is, hogy a fiatalok felé megmutassuk ezt a területet. November elején az Association of Space Explorers, az űrhajósok nemzetközi szövetsége tartotta a kongresszusát Magyarországon, Budapesten és négy vidéki városban mentek el űrhajósok, és azt gondoljuk, hogy az ottani találkozók egyetemistákkal is nagy inspirációt jelenthetnek a fiataloknak.
illetve fő aktualitásként említeném még a Hunor programot, a Hungarian Tour, a Magyar Asztronauta programnak a beinvitását, amitől szintén azt is várjuk, hogy erre a területre hasonlóan nagy figyelem irányuljon, mint ami Farkas Bertalan űrutazása idején is bekövetkezett, amikor tényleg egy ország kezdett el érdeklődni az űrkutatás és a világűr iránt. Hát így igaz. És akkor még néhány ilyen fejezetcím azt mondja a könyvből, az élet ígérete a Szaturnusznál, magyarok a nap kutatásában, túl a Neptunuszon, új korszak a galaxisban, fekete lyukak nyomában, a nemzetközi űrállomás az agyhullámoktól az űrhabig, hogyan lehetek űrhajós? Vagy itt van például a melegedő föld. Mert hogy, amint hallhattuk, a műholdaknak mintegy harmada föld megfigyelő célú, és ez nagyon nagy hangsúlyt kapott nagyon helyesen ebben a könyvben is. Itt persze a klímaváltozásról, illetve a klímaváltozással kapcsolatos modellezéssel és műholdas adatfeldolgozó munkákkal is foglalkozik a könyv, amiben természetesen megint csak mondhatjuk, hogy nagyon szép méretünket és tudományos költségvetésünket messze meghaladó súlyban és fontossággal vesznek részt magyar kutatók, de a második magyarról is van szó, aki az űrbe már fölment, mert az oké, hogy ez a Hunor program ez még csak most jön, ugye január 31-ig lehet jelentkezni űrhajósnak, hogyha az ember még nem töltötte be a 40 évet, vagy de, bár azt hiszem, hogy 1981. január valahanyadika után születtek az emberek, akkor jelentkezhetnek űrhajósnak a Hunor programban január végéig. Hát, van lehetőség, szóval tessék fölmenni az űrbe. Na, de szóval oké, lesz egy magyarországi magyar űrhajós, ha minden igaz, viszont ugye Charles Simonyi fent volt az űrben kétszer, ugye ő saját zsebből fizette be a dolgot, erről is van természetesen, nagyon megérdemelt módon egy fejezet, aztán persze őrszemek az égen, na nyilván van szó persze a műholdas hely meghatározásról, a navigációs műholdakról, az űridőjárás előrejelzésről, aztán hát mi van itt még, mindenféle világ első űrkísérlet a koronavírus ellen. Hát mert ilyesmiről is van szó. Aztán hát előretölt helyőrség épül a Holdnál. Vagy... csak hogy néha, tehát szúróbróbeszerűen mondok címeket. Szóval van itt aztán minden ebben a könyvben, ami tehát 200 oldalas, de ahhoz képest jó nehéz, mert tényleg ilyen... Na, szóval, oké, tökéletes karácsonyi ajándék. Minden esetre ez nem egy reklám, hanem egy kulturális programajánló, mert ez tényleg egy nagy fontosságú kiadvány. Annyira, hogy én úgy gondoltam, hogy megéri ennek szentelni egy adást. De hát az adásidőnek hamarosan a végéhez közeledünk. Ezt a könyvet meg lehet találni a könyvesboltokban, erről talán ennyi elég is, de az utolsó néhány percben még ejtsünk néhány szót arról, hogy miféle dolgok történtek a világűrben az elmúlt hetekben. Nagyon fontos egyébként, hogy a nemzetközi űrállomás egy új modullal bővült, ez egy kicsi modul, az a neve egyébként, hogy Pricsál, ami az utolsó orosz építésű modul a nemzetközi űrállomáshoz. Ez pénteken érkezett meg, rendben összekapcsolódott. Most ezúttal nem is volt olyan űrállomást megpörgető, pörgőforgó, véletlenül begyulladó hajtómű fesztivál, mint múltkor, amikor a Nauka kutatómodul érkezett. Ennek a Pricsálnak, ami egy ilyen, hát egy olyan 5 méter átmérőjű gömbnek kell elképzelni, amin van 5 darab kikötő, amelyre különböző űreszközök tudnak hozzá kapcsolódni, tehát ez olyan, mint valami építőjátékban egy ilyen elem, ami gömb alakú, és 1, 2, 3, 4, 5, igen, jól mondtam, 5 irányból is hozzá kapcsolódhatnak különböző űrhajók. Természetesen itt az orosz Soyuz, illetve Progress teherűrhajókra kell gondolni. Szóval ez egy új modul a nemzetközi űrállomáshoz, minden rendben van, és egy másik nagy fontosságú kísérlet, amiről persze majd még be fogunk számolni részletesebben, ami szintén most indult Vandenbergről, Kaliforniából, egy SpaceX-nek a Falcon 9-es rakétájával elindult a DART űrszonda. A DART űrszonda pedig hát azzal a nagyon ambiciózus céllal indult el, egy kettős kisbolygóhoz, hogy kipróbálja, hogy el tudunk-e téríteni egy kisbolygót. Pontosan úgy, vagy hát nem pontosan úgy, de az ötlet az ugyanaz, mint amiket az Armageddon vagy a Deep Impact című hollywoodi filmekben láttunk. Ugye szoktuk mondani, hogyha a dinoszauruszoknak lett volna űrprogramja, akkor talán még most is élnének, hiszen el tudták volna téríteni
az üstököst, ami 65 millió évvel ezelőtt a Vesztüket okozta, vagy kisbolygót, ugye nem is tudjuk, hogy ez mi volt pontosan, de ez biztos, hogy jó nagy krátert csinált, és az is biztos, hogy az élő világ tekintélyes része sajnos, vagy hát a mi emlősök szerencséjére, itt ugye az élő világ nagy része elpusztult, beleértve a dinoszauruszokat is, vagy az ammoniteszeket, vagy egy csomó más rendet az állatvilágban, és az emlősök felemelkedéséhez hozzájárult. Hát ha a dinoszauruszoknak lett volna egy DART űrszondájuk, vagy az annak nyomán kifejlesztett elhárító rendszerük, akkor valószínűleg meg tudták volna magukat védeni. Tehát ha valaki megkérdezi, hogy miért van űrtevékenység, hogy miért fontos erre ennyi pénzt költeni, akkor hát egyrészt üsse fel a Magyarország és a Világűr című könyvet, amiből kiderül, hogy életünkben léptem nyomon mindenhol jelen van az űrtevékenység, de hogyha valakit ezt se győz meg, akkor nyugodtan mondja azt, hogy hát mert nem akarunk a dinoszauruszok sorsára jutni hosszú távon, na ezt fogja kipróbálni a DART űrszonda. Hát viszont a DART űrszonda az egy nagy és fontos fejezete az 2020-as év űrprogramjainak, 2021-es év űrprogramjainak, tehát azt hiszem az évnek a legszebb zárása lenne, ha sikerrel járna, az a decemberre tervezett start, ami a következő nagy űrtávcsövet, a nagy várva várt űrtávcsövet, a következő generációs űrtávcsövet, az évek, hát mondhatjuk lassan, hogy évtizedek óta halasztott, folyamatosan halasztott nagy James Webb űrtávcsövet indítja majd egy Ariane 5 rakéta decemberben. Elindult tehát, most úgy tűnik, hogy tényleg meg fog történni. Következő két hét múlva esedékes adásunkban erről fogunk beszélgetni, mégpedig Detre Őrssel, Detre Őrs csillagász, és egyébként csillagászati műszerfejlesztő, konkrétan Garchingban, München mellett a Max Planck intézetben dolgozott és dolgozik, mégpedig abban a programban, ami hát nem mással, mint a James Webb űrtávcsőnek a műszerfejlesztésével foglalkozott, hiszen nagy európai részvétellel zajlik ez a program. És vele fogunk beszélgetni, aki első kézről fog velünk információkat megosztani arról, hogy miféle buktatók vezettek el ehhez a starthoz, hogy milyen nehézségeket kellett leküzdeni, meg mi volt az oka ennek az irdatlanul sok halasztásnak és költségtúllépésnek, ami ezt a hihetetlenül komplex és reményeink szerint hatalmas tudományos áttöréseket ígérő berendezés létrehozásához kellett, vagy vezetett. Szóval ez lesz két hét múlva, de a mai adás véget ért, úgyhogy mindenkinek nagyon szépen köszönöm a figyelmet, további szép napot és jó hetet kívánok. Ez volt a Szokolébresztő, lehet írni a sokolebresztó@gmail.com-ra, és minden adás visszahallgatható sok helyen, például a parallaxis.emtv.hu felületünkön, ahol még hozzá is lehet mindig olvasni egy kicsit. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!